Real Madrid, Cibona Zágráb döntőt rendeztek a Szent István kupán. Ez a párosítás akár a felnőttek között is elmenne egy rangos torna fináliában. És az U16-os korosztály igazolta, a nagy klubok rendelkeznek csiszolatlan, vagy már félig csiszolt gyémántokkal. A spanyolok szünetben 17 ponttal vezettek, de ragyogóan játszott és 3 pontra felzárkózott a Bruno Skokna vezette horvát csapat. A Real talán legnagyobb ígérete, amíg csak 14 éves Luka Doncic és társai odafigyeltek a végén, nyertek 89-78-ra és elhódították a kupát. A Dávid Kornél kosárlabda akadémia a 6. helyen végzett, de fontosabb volt a helyezésnél az élmény és a hibátlan szervezés, ami azt is jelentheti, hogy látunk még hasonló színvonalú kosártornát Fehérváron. A Real Madrid, a Bayern München és a Cibona Zágráb európai élvonalához tartozik, mind utánpótlás, mind felnőtt szinten. A többi csapat pedig azt kell, hogy mondjam, hogy mind előttünk jár, akár a szerbeket nézzük, akár a lengyeleket nézzük, és ők is nagyon örülnek annak, hogy ezek a csapatokkal egy tornán vehetnek részt. A madridi utánpótlás szakák vezetője Telpeste azt kérte tőlem, hogy jövőre ne felejtsük el őket ismét meghívni.